robbanásoktól hangos hetek óta a szíriai Aleppo város is környéke. A szíriai kormányerők július végén teljesen körbezárták a város felkelő kezén lévő kerületeit, azóta lázadók több offenzívát indítottak az ostromgyűrű áttörésére. Az EU tagállamok a harcok azonnali beszüntetését követeli Leppóban. Életek forognak kockán, de a sebesültek megmentése, a segélyszállítmányok célba juttatása, az áram és ivóvízellátás helyreállítása a városban csak is akkor megoldható, ha fegyverszünetet tartanak, közölte Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Moszkva és Damaszkus erői július 28-ától közösen humanitárius folyosókat nyitottak az ostrom alatt álló Aleppó körül. A civil lakosság továbbá magukat megadó harcosok életének megóvása céljából. Az ENSZ és az Egyesült Államok tisztségviselői azt feltételezik, hogy ez az intézkedés a város kiürítésére és a lázadók fegyverletételére való kényszerítésre tett kísérlet. Becslések szerint a 2011 óta dúló véres polgárháborúban több mint 300 ezeren vesztették életüket.